Idei mérlegvonás és jövő évi fejlesztési tervek. Interjút adott a Portának Gémesi György Gödöllő polgármestere. Nem csak pénzügyekről, közlekedési beruházásokról és sportsikerekről esik szó a beszélgetésben, hanem az is kiderül, indul-e a jövő évi parlamenti választáson egyéni képviselőjelöltként Gémesi György. Bemutatták Gödöllő képes történeti könyvét. A több mint 270 oldalas magyar és angol nyelvű kötetet mintegy 810 fotó gazdagítja. Gödöllő már a római időktől kezdve lakott település volt. Első hivatalos említése 1349-ben történt. Erre is utal a könyv, amely napjainkig dolgozza fel a település történetét. Már hagyomány Dányban, hogy köszöntik az egyedülálló idős embereket karácsony táján műsorral, ajándékkal. Így volt ez idén is. December 14-én pásztorjátékot is láthattak a vendégek. Mintegy 120 ember kapott ajándékot a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat jóvoltából.